Azt hiszem, azért akadnak előnyei is az itteni életnek. A sör például egész jó, és Hazel is mindig kéznél van. El fogsz késni. Na, legalábbis gyakran. Gyere, Hazel. Egy gyors numerát. Dolgozni kell menned. 3 éve vagyok a trópusokon, és még semmi gubanc. De az is lehet, hogy hamarosan megjelennek az első kiütések. Érdekelne, vajon mit csinálnak az aktámmal Londonban? Az is lehet, hogy elvesztették. Örökre itt ragadok. Kinzsadzsa, Nyugat-Afrika, röviddel a függetlenség után. Colin Frills, Csankó Zoltán. John Wayley Kilmer, Kis Erika. Sean Connery, Kristóf Tibor. Afrika koktél. John Lithgow, Beregi Péter. Louis Gasset Jr., Vas Gábor. Diane Rigg, Tóth Judit. Ménád Ezjelsi, Kassai Károly. Sarah Jane Fenton, Kisfalvi Krisztina. John Dupré. Fényképezte Andrzej Bartkowiak. Kvázi. Hello, mister. Vigyáztál a kocsira? Igen, uram. Sziasztok. Köszönöm, uram. Forgatókönyv saját regénye alapján William Boyd. Vissza tudna jönni hétfőn, addigra meg lesz. Rendezte Bruce Beresford. Köszönöm. Viszontlátásra. Mi az Isten ez itt, Kocsó? Karácsony jön, uram. Jézus urunk születése. Lesedni az összeset. Igen? Az úgy érti, utolsó hogy... utolsó szalagig. Az összes szerpentinnel együtt. De én gondoltam, minden fehér ember szeretik karácsonyt, uram. Hát tévedett, én utálom és gyűlölöm a karácsonyt. Én irtózom a karácsonytól. Ah. Jó reggelt. Jó reggelt. Kicsit lazán veszi a dolgokat, miért? Nem kéne már a leptére lennie? Minden a legnagyobb rendben, csak belekalkuláltam az afrikai járatok szokásos késését. Hát persze. Jó, ezeket alá kellene írni a vízumkérelmek. Busszon bele, Peter, elkésünk. Igen, uram. Mi az ördögnek lassít? Uram, az utca... Hajtson már az égszerelmére! Figyelj már, hogyan mész, most nem a sivatagban vagy! És menj onnan a tragacsoddal! Ez egy követségi autó, és... Te így nem beszélsz velem, érted, öcsi? Nos, lehet, hogy egy kissé nyers voltam, és... Maga kikent, Ficsi úr. Örüljön, hogy nem lett magából fasírt. Sajnálom.
Rendben. Jézusom, ez Alex Murray volt, nem? Igen, uram. Ő egy nagyon jó ember. Sam Adekunle professzort elnöknek. Természetesen én vagyok. Ez nem érvényes. Nem érvényes, már hogy a csodában lenne az? Én diplomata vagyok. Ő felsége főnek bizottja, Fajankó. Vissza kell menni Londonba, tartózkodási engedélyért. Visszamenni? Ne legyen teljesen ostoba. Ez ki van zárva? Ullifi, hála Istennek, beszéljen már ezzel a fickóval. Nem léphetek be az átkozott országokba, mintha ez nekem nagy öröm lenne. Igen, ez nem történhetett volna meg. Úgy bizony. Úgy tűnik, ez a vízum kérdés megoldható. Ah. 50 font fizetés ellenében. Hogy? Lehetetlen. Abszolút, te ki van zárva. Én mégis javasolnám, Arthur, még végbél kukucskálást is kilátásba helyezett. Vagy úgy? Örvendek. Á, nem. Arra gondoltam, ki kíváncsi Párizsra vagy Washingtonra. Afrikában történnek a nagy dolgok. Annyira izgalmas. Ott van például a bozót, az állatok. Az ám. Én azt hallottam, hogy az átirányítását kérte. Átirányítást? Ne beszéljen már butaságot. Éppen, hogy hosszabbításért folyamodtam. Jól mulatsz, drágám. Megengeded, hogy ellopjam őt egy percre? Szóval járt már úgy innan. A nővérem Ursula is volt már arra. Ismeri ezt a fickót? Sam Adekunlit. Adekunlit? A KNP vezérét? Személyesen? Nézze, ezek valami átkozottul nagy olajmezőt találtak a part mentén. Hatalmasat. És nem szeretnénk, ha a franciák, vagy a jenkik, vagy a németek szivattyúznák ki a dolgot. És ezt meg akarja akadályozni? Nem én, maga. Bocsánat, Arthur, hogy tudnám én ezt megakadályozni? Igyekezzék megismerkedni Adekunlival, győzze meg őt. Talán nem is kell megemlítenem, hogy sikerünk ajánlólevél lesz e remek hely elhagyásához. Szívből kívánom, hogy valami kegyetlen, durva, megfoghatatlan dolog történjen Fensóval, hogy ő maga szembesüljön egyszer egy zsarnokkal, csak hogy végre megtudja már, milyen is az élet, a felfújt hólyag. Esernyőt! Péntek! Esernyőt! A rohadt életbe! Mocskos kurva eső! Nerd! Mondjő! Szeve pál, monsieur! Jó estét, péntek, megjöttem. Je suis itthon. Amikor esernyőért üvöltözök, bonszolga, elvárom, hogy... Mindig autó hátsó ülésére teszek, ernyő uram. Minden nap elmondok. Ja. Jó, hát csak mondogasd. Na mindegy, kérek egy gin tonikkal. Trivit. A kaja kész? Éjjel halok. Nem, uram, nincs kaja. Miért nincs? Pourquoi? Az úr múlt éjjel sem jött haza, és ma sem telefonált. Ja. Csak egy pár perc, uram, elkészítem. Lézöf! Minden kincsadzsai gyermeknek. A KMP megszünteti a hivatali baksis gyakorlatát és a politikai korrupciót. Hozzá valami kolbászt is ahhoz az öfszhöz. Nem saját meggazdagodásának célja fogja vezérelni. A KMP kincsadzsát felvirágoztatja és Afrika büszkeségévé emeli. Akadémikus a KMP élén. A francba! A rohadt életbe! Az ostoba baromság fel. És itt minden az én felügyeletem alá tartozik. Hello, Arthur! Chloe, Priscilla! Csak megmutatom Priscillának, hol csináljuk a politikát. Milyen szuper karácsonyi dekoráció! Hogy?
Ó, igen, egy kicsit értek a dekorációhoz. Feldobja a környezetet, egy kis karácsonyi hangulat. Művészi érzékről van. Valóban. Tulajdonképpen én csupán csak irányítottam a személyzetet. Te jó Isten, mit csinál ott ember? Uram, tegnap azt mondta, hogy szedjem le az összes karácsonyi dekorációt. Hogy mit mondtam? Ez nonsens. Kodzsó, azonnal hagydott azokat, érted? Hát, azokat meg tedd vissza. Na, uram. Chloéval éveket töltöttünk keleten. A keletiek igen kedves és finom emberek. A harmónia tudja, minden mögött ez található. A yin és a yang. A yin és a yang. Igaz, Chloé? Igen, pontosan. Természetesen azért a tiennantéri mészárlás nem annyira öregbítette a keleti harmónia hírnevét. Azért őszintén szólva, Afrikát sem tekintetjük igazán békés kontinensnek. Bezeg Európa, Mr. Fenshaw. Két világháború egy évszázadban. Kisebbségi konfliktusok. A Windsori királyi család. A Windsori királyi család tagjaira vár az összegyűjtött. Nem tetszik a műsor? Azt gondoltam, inkább kihagyom. Nem valami angolos magától. Magától sem? Én nem vagyok angol. Már nem. És csak honvágyam lesz tőle. Hogyan alakulnak az Adekunléval kapcsolatos tervei? Ó, az az igazság, hogy nem túl jól. Úgy veszem észre, hogy az ön fensója inkább hátráltatja a dolgot. Ez mindig így van. Nem, nem. Inkább az a probléma, hogy nem lehet közel férkőzni Adekullihoz. Még egyszer nem sikerül ide csalni. A királyi film ennek betett. Nos, én talán tehetnék valamit. Tudna? Mármint maga? Azt hiszem. Celia Adekulli vagyok. Szemfelesége. És íme a királynő, mögötte az apródjai. Elvonul a királyi gyülekezet. Az emberek meghajolnak, ahogy elhalad mellettük. Jobbra tőle az udvarhölgyei, és itt van a Yorki hercegnő is. Erről van szó, 3-0. Pincér? Igen, uram. Megyek, uram. Morgan. Csak így magunk között. Chloé és magam aggódunk Prisciláért. Priscilla? Igen, elégyezte őt egy fickó. Simon Latimer Harvey, kiváló család, az apja ellentengernagy. Csak nem az ellentengernagy Latimer Harvey. Ahogy mondja. És a múlt hónapban, hogy úgy mondjam, kijelenti, hogy mindennek vége, és hogy elveszi azt a maláj nőt. Szingapúrban. El tudja képzelni, hogy ez... Hihetetlen. Valóban. Úgyhogy ezt az utat terápiának szántuk számára. Maga jól ismeri a környéket, mutasson meg neki ezt-azt. Bízza rám, Arthur. Majd megismertetem a helyi szokásokkal. Nem, Morgan. Most nem. Elmondta apa magának a valódi okot, hogy miért töltöm itt ezt a karácsonyt? Nem. Azt gondoltam, éppen csak vakációzni akart. Nem. Én... Szóval jegyben jártam ezzel a Simon Latimer Harvey fiúval, és egy nap rájöttem, hogy valami elromlott. Azt mondtam neki, Simon, mindennek vége. Így egyszerűen. Meddig tartott? Mi meddig tartott? A jegyesség. Ó, 2 évig. De ahogy mondtam neki, ha elmúlt a szerelmed, hát elmúlt a szerelmed. Maga eszméletlenül vonzó lány, Priscilla. Eszmélet. Ó, maga igazán kedves. De nem szeretnék újabb kapcsolatot. Egyelőre.
Jézus Mária, maga meg ki a picsa? Hello, testvér, én vagyok Sonny. Mi a franc keres itt? Én volnék Hazel bátyja. Azt mondja, itt tölthetem ezt az éjszakát. Hazel bátyja? Nem is tudtam, hogy van neki. De van, testvér. Egy apa, másik feleség. Ó. Nos, attól tartok, nem maradhat itt. Ez nem Hazel lakása, hanem az enyém. Nem baj, testvér. Ha akarja, én el is mehetek. Viszlát! Tulajdonképpen hol van Hazel? Valahol itt. Ide hallgass! Mi az ördög folyik itt? És nem tudnál egyszer végre rendet rakni? Hol van Sonny? Sonny elment. Sonny ki lett rúgva? Miért? Hogy miért? Mert ez az én lakásom, amelyet én fizetek, és nem tömegszállás. Sonny nem a neked barát. Mindig, amikor én egyedül vagy, barátaim jönnek ide. Szégyenbe hoztál rám. Értem, de miért nincsenek neked barátnőid? Miért nem megyünk sehova, mint más férfi és nő? Erről beszélj! Nos, majd fogunk. Hamarosan. Csak arról van szó... Nézd, nem nagyon szeretek eljárni, mert szóval úgy gondolom, hogy sokkal jobban tudunk itthon mulatni. Mondtam, hogy jöjjön holnap. Segíthetek valamiben, uram? Életvetés. Oda nem mehet föl csak úgy. Brit fülképviselet, sürgős eset. Elnézést, az orvossal szeret... Dr. Murray? A nevem Morgan Liffey, első titkár a külképviseletről. Ja, igen. A diplomata. Nos, Mr. Liffey. Sajnálom, hogy eddig nem volt alkalmunk megismerkedni. Hát igen. Mugabeho. Régóta van már itt? 23 éve. Ó. Ízjes, Herr Robi. Vagilli. Nos, mit tehetek önért? Hát... tulajdonképpen egy kis kellemetlenség. Valami a szemével? Hogy? Nem látta az embereket, akik kint várakoznak? De... igen, csak egy kicsit aggódom, és azért... És azért az... figyelmen kívül hagyott vagy 150 várakozó beteget. Mi a panasza? Nos... múlt éjjel kimentem a vécére, és borzasztóan fájdalmas volt. És azt hiszem, mintha, sőt, egészen biztos, volt valami kenyesedés. De csak egyszer volt, és azóta na, semmi. Hát akkor nézzük meg. Hogy? Úgy írti, hogy... Igen. Gyerünk, gatyát le, lássuk. Lát valamit? Semmi különlegeset. Van fekélye? Micsodám? Kiütés, gömb, kelevény, féreg, tetű. De jó ég, dehogy. Rendben, felöltözhet.
Mi a véleménye? Nos, reméljük, nem gonokokkusz. Úristen, szörnyen hangzik. Lehet, nem biztos. Tessék, ebbe pisíljen bele, ott. Igen. Van szexuális kapcsolat a helybélivel? Mi? Szex? Uh-huh. Nos, igen. Van itt egy lány. Egy lány? Egy helybéli lány, akit néha meg szoktam látogatni. És használ óvszert? Azt hiszem, fogamzásgátlót szed. Mindig sőt, használjon óvszert. Megvéd a fertőzéstől. Ez egy köztiszteletben álló lány, nekem elhiheti. Örvendek, de annál inkább. Nagyon óvatosnak kell lennünk. Mindnyájunknak. Az elővigyázatosság sosem árt. Para que sixe le ro la nana carona bo rapide porlike parona pa ike bele bo bona empaha ke empi e abusa kinjaja africa kinjaja. Na, azt hiszem, vége is van. Szóval sikerült? Természetesen. Ön igazán nagyon csinos. Köszönöm. Sam szereti, ha ezt viselem a nagy gyűlésein. Kérem, jöjjön. Ezek a kinjanjai politikai pártok. Van belőlük vagy 30. Mindent elkövettem annak érdekében, hogy minél kevesebbet tudjak meg róluk. Érdekes volna, ha a brit kormány az én jelentéseim alapján politizálna a térségben. Csodálatos beszél. Beszél Kincsacsai? Nem, de a hangulat, a lelkesedés. Üljön le. Tessék. Igen. Mi, a kormányom, igazán nagyra értékelné, ha eleget tudna tenni egy kormány meghívásnak valamikor a nem túl távoli jövőben. Felteszem, biztosítanak első osztályú repülőjegyet, valamint szállást a Ritzben. Business classra gondoltunk. Első osztály természetesen. Édes Istenem! A maga fensúlya nagyon egyszerűeknek képzel bennünket, afrikaiakat. Igen, igen. Azaz, nem. Úgy értem, az egyszerűnek abban az értelmében, szóval csak is a legmélyebb tisztelettel. Nos, majd meglátjuk, embereim, hogy tudják beilleszteni javaslatát az úti tervembe. Úti terv? Miután felkerestük Párizst, Rómát, Washingtont, Berlint, lehet, hogy marad egy-két nap Londonra is. Róma, Berlin, Washington és Párizs? Ezeket említette. Ó, Istenem, ha nem viszik Londonba, itt tölthetem életem hátralévő részét. Rosszabb is lehetne. Mint például Új-Zéland. Ez az. Oda akarnak küldeni. Ne sopánykodj már, Arthur, inkább igyál még egyet. Maga nem táncol, Morgi? Én? Kivel? Hát velem. Jöjjön maga, csacsi. Tudja, múltkor nagyon undok voltam. Igen. Ma egészen más hangulatban vagyok. Lazában. Elmehetnénk a lakására, egy italra. Elegem van a táncból. Helyes. Bepúderezem az orromat. Music, 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 music
Jó estét, Doki! Á, jó estét! Nagyszerűen érzem magam. Elmúlt az a múltkori kis probléma. Ezek szerint nem kapta meg az üzenetemet. Üzenetet? Nem. Úgy néz ki, az első diagnózisom rossz volt, hogy nem gonokokkuszról van szó. Már azt hitte, hogy az se baj, Doki, nem lehet mindig igaza. Azt hiszem, félreértett, hogy nem gonokokkusz. Mi? Pedig ez gonokokkusz. És az mit jelent? Hogy egy ismeretlen bacillusa van. Bacillus? Úgy mondja, mintha legalábbis pest is lenne. Alig, hanem egy ritka gonorrea törzs. Micsoda? Mit mondott? Egy ritka gonorrea. Jó, elég értem. Még hátra van egy-két teszt, de addig is javaslatom, teljes stop. Stop? Stop mire? Alkohol, szex. Kedvenc időtöltései. Mehetünk? Morgi! Néha a legvadabb dolgokra vágyom. Csupasz lábbal hegyet mászni, fluoreszkáló tóban úszni, eltűnt városokat kutatni. Maga nem szokott ilyeneket érezni. Morgi, te nem is figyelsz rám. Bocs, Prisz, de... Nézd, legjobb lenne, ha most hazavinnélek hozzátok. Jaj, nagyon vicces. Ne hülyéskedj. Oh, nézd ezt a holdat! Afrika! Afrika! Kibaszott Afrika. Morgi! Priscilla, nézd, van valami, amit én... Szóval, hogy... Már azt hittem, soha nem fogok így érezni. Simon óta nem gondoltam, hogy férfi még hatással lesz rám. Amíg te... Nézd, Priscilla, én... Szóval a szüleid szerintem nem örülnének neki, ami... Hát nem találsz csodálatosnak. Remekül érzem magam. Ó, kérlek. Kívánlak, Morgi. Oda akarom adni magam neked. Ne, Priscilla. Ne. Kérlek. Ne nyúj hozzá! Akármit csinálhat, csak ne élj hozzá! Mi? Most mi van? Mi történt? Priscilla, én megmagyarázom. Tudod, azt hiszem, ha jobb, szóval jobb, ha előbb megismerjük egymást. Kérlek, vigyél haza. Hidd el, meg tudom magyarázni. Kérlek, ne gondold, hogy ez ne azért... Ne hidd, hogy szomorú vagyok. Csak bosszant, hogy nem vettem észre előbb. Mindnyájan roppant szánalmasak vagytok. A nagy dumátokkal, szexuális kérdéseitekkel. Szánalmas, gyenge, pohány alakok. Nem gyűlölek, Morgan. Csak sajnállak. Thank you.
Tessék! Ó, oh, hello, hello, Arthur, hogy ne? Miről van szó? Mi? Hogy most? Miért? Mi történt? Ó, oh, ne, hogy ne, igen. Ártatlanság halott. Az ártatlanság meghalt. Úgy érti, mindnyájan bűnösök vagyunk, eredendő bűn, meg ilyesmi? Ártatlanság a szolgáló. Ő halt meg, agyon csak te egy villám, felettébb kísértetés. Szegény ártatlanság, borzasztóan kísértetés. Ó, hogyne, természetesen, borzasztó. De mégis, mit tehetnék én? Felmerült egy probléma, Kocsó majd részletezi. Ezzel én nem tudok foglalkozni, kérem, oldja meg. Én? De hát... Maga, egyszerűen képtelen vagyok megérteni az afrikai gondolkodásmódot, a keleti az egészen Arthur, más. Arthur, az Isten szerelmére. Nagyon fel van dúlva. Drága kincsem, ez a dolog teljesen tönkre tehette az estédet. Jó estét, Ézsiás. Ne érjen hozzá, uram! Nem szabad, uram! Ez Sangó műve. Ne nyúljon hozzá, uram! Sangó műve? Ki az a Sangó? Sangó az ég istene. Sangó a mennydörgés istene. A viharé és a villámlási uram. Ezt az asszonyt Sangó ölte meg. Ugyan, ne csináld, Kodzsó. Ezeket te se hiszed. Ha valaki megérinti ezt az asszonyt, nagy baj lesz. Sok vahalla. Nagyon sok, uram. Maga nem hal meg jól. Itt van a halott kém. Bocsi, fiúk, de innen már nem a ti dolgotok. Sangó! Sangó! Ez itt volt Sangó ölés! Sangó! 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 Ezt nem hiszem el. Most akkor mi legyen? Egy nagy dzsudzsut kell csinálni, uram. Elhozni a sámán papot Sangóhoz. Rendben, Kodzsó. Akkor kerítsél egy sámán papot. A családnak kell ezt tenni, uram. Rendben. Hol van a család? Ez itt Jehoma. Ártatlanság nővére. De uram, neki nincs pénze. Nos hát, adhatok kölcsön neki pár batkát, mennyi kell? Uram, egy dzsudzsu ember 20 000 dzsandzsant is elkérhet. 20 000? Igen, uram. Meg kell keresni összes rokon, és együtt rakják pénzt össze, uram. Jó, és ez mennyi ideig tart? Talán egy hétig, uram. És mi lesz a testtel? Neki kell maradni, uram. Sangó! 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 A nő halott? Igen, rögtön meghalt. Nos, a bevált gyakorlat az, hogy akkor hívunk orvost, amíg a páciens él. Most akkor mi legyen? Temettesse el. De épp azt magyarázom. Nem létezik. Hogy érti, hogy nem? Pont úgy értem, hogy nem. Látom, nem értett meg. Nem hajlandóak a testhez hozzáérni. Valami ostoba vallási marhaság. Sangó. Nos, semmi nem fog történni, amíg a szertartás véget nem ér. Az égvilágon semmi. Érti? Nézzen kicsit körül, Lifi. Kérdezősködjön. Próbálja megismerni a helyet, ahol él. És mi van a kibaszott orvosi esküvel? Hé! És még maga tartja magát jó orvosnak? Maga babonás, beképzelt vizskót szemétláda! Vigyázzon, Murray! Vigyázzon! Figyelmeztetem! Nem vállalok felelősséget! Te
Te nem fogsz velem így beszélni, érted, kis angol szarcsíra? Vagy kitépem a rohadt nyelvedet? Ez hihetetlen. Pogány vallás a 20. század végén. Hát, Arthur, mindent egybevetve nem sokkal nevetségesebb, mint a mi vallási nézeteink. Például szentséges istenünket halálra kínozták, majd lásd csodát, újra feltámadott. A kenyér és bor az ő húsa. Nézzen, nem óhajtom tovább hallgatni ezt az eretnekséget, Leafy. Engem kizárólag a látogatás aggaszt. Milyen látogatás? A királyi látogatás. Milyen királyi látogatás? Rövid időn belül a királynő egy közeli rokona fog itt megszállni a képviselet vendégeként. És kitekintve az ablakból, nem igazán szép látvány, egy oszló hulla! A királyi család mely tagja jön? Ripon hercegnője személyesen. Nem is hallottam róla. Ez nem érdekes. 42. a trónrangsorban. Ő királyi. És most vitesse el a testet. Közismerten lovagias vagyok, de kezd elfogyni a türelmem. Szegény ártatlanság. Ha arra kell gondolnom, hogy csak úgy ott fekszik. Szörnyű vércsaft. Kérem, forduljon körbe. Remélem, lehet találni egy aránylag olcsó dzsudzsú embert valahol itt Kongszambában. És most tegye föl a szakállat. Nem rossz. Egyáltalán nem rossz. Vegye csak le a nadrágját egy pillanatra, meg akarom igazítani. Gyerünk, a mozgás, nem érek rá egész nap. Én csak most jutott eszembe valami fontos, amit el kell intéznem. Te jó Isten! A picsába! Találtál egy dzsudzsú embert? Nem, uram, még nem. Ez önnek jött, uram. Igazán kedves, hogy eljött, Mr. Leafy. Nos, átgondoltam a javaslatát, és úgy döntöttem, elfogadom a kedves meghívást. Ellátogat Londonba? Kiváló! Érintkezésbe fogok lépni. Holnap. Holnap? Igen. Hát ez egy kicsit problémás lesz, én... Nem, mégsem. A holnap megfelel. És első osztály természetesen. Igen, természetesen. És szállás a Savoyban, folyóra néző ablakokkal, ha lehet. Savoy. Uh-huh. Folyó. És a szomszédos szobákat a kíséretnek. Kíséretnek? Igen, a kíséretnek. Hány kíséretnek? Négynek. És neki kis kell repülőjegy? Állítólag a British Airways még ragaszkodik ezekhez a formaságokhoz. Egy pillanat, kérem. Adekulli professzor. Öröm magával tárgyalni, Mr. Leafy. Valami baj van? Ó, nem. Azt leszámítva, hogy összeszedtem egy rohadt nemi betegséget, mivel szerintem mellékesen azzal a tetves Sony gyerekkel hegyektél, ami nem is csodálkoznék. Ő a bátyám, már mondtam neked százszor. És én azt honnan tudhatnám, he? És veled hogy van? Te nem alszol sok-sok asszonnyal. Eljársz azzal az angol csajjal, azzal a Priscillával, igaz? Ahhoz neked semmi, de semmi közöd. Akkor megyek. Nyugodtan fogadhatod lakásban sápatak fehér csajokat. Hazel! 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 Biztosan azt akarja, hogy elvigyem egy-két fogadásra. Ezt szeretné. Csak az kéne. El tudom képzelni Fensót, mit szólna, ha megtudná, hogy egy külvárosi bárban szedtem föl. Csak egy kicsit ideges voltam. Annyi rossz történt. Te azt hiszed, én jail csaplány vagyok.
Nem, Hézel, sosem mondtam, hogy csélcsaplány vagy. Na. Így már jobb. Jó van. Hézel, ugye te nem hiszel ilyen boszorkányos marhaságokban? Ilyen baromságokban nem. Csak az elmaradott emberek. Én modern lány. És mit gondolsz erről a hülye Sangó ügyről? Sangó? Ő a legnagyobb isten. Ne bosszansd őt. Mert sok vallát fog szerez neked. Már szerzett is. Mr. Leafy, a doktor úr szólítja. Milyen, szóval, mennyire komoly ez? Lesznek elváltozások az arcon? Úgy hallom, egyszer csak leesik az ember orra, vagy csak rohadni kezd? Vagy kezdek elhűlni, meg ilyenek? Nem, jó hírem van. Maga makkegészséges. Oh, hála Istennek! Oh. Csak nem értem, a fájdalom... Az igazi volt, baromian. Nem találtak semmi lényegeset, kivéve... Kivéve mit? A vizeletnek rendkívül magas alkoholtartalma volt. Ja, az... Az csak bízza rám. A másik dolog rémisztett meg. Igen. Ide hallgasson, ha továbbra is kefél, mint az állat, megfertőződik. Vajon miért érzem azt, hogy legszívesebben kilocsantanám Murray agyát, keresztül hajtanék rajta egy dzsippel, és felszabdalnám kutya eledelnek. Maga miatt. Mit képzel ki maga? Az apám? Holmi erkölcsősz? Nem vagyok gyerek, engem nem oktathat így ki, mint egy taknyos? De még mennyire, hogy igen. Mert ha megfogadja, amit mondtam, többet nem kell találkoznunk. És ez számomra minden pénzt megér. Erre gondoljon. A gin tonikja, uram. Bánatában iszik? Nem, inkább ünnepelek. Megcsípett egy trópusi bogár, de már minden rendben. És magával mi van? Keményen dolgozik? Csak úgy, mint mindig. Sam elutazott a városból. Valami üzlet. Tudom. Mit tud? Hogy Londonba ment. Londonba? Igen, mi hívtuk meg. Sajnálom, azt hittem, tudja. Ezek szerint még hosszabb pórázon vagyok, mint hittem. Apropó, mit csinál péntek este? Arra gondoltam, beülnék a városi könyvtárba. Abszolút semmit. Akkor miért nem jön át hozzám egy italra? 7-kor? Éppen csak úgy ott lógtam egy diákbulin, és akkor megjelent Sam a színen, és mindnyájan belezúgtunk. Mindenki akarta, de csak nekem sikerült. Aztán később Amerikába mentünk. Ez még rendben is volt. Aztán ide jöttünk, és minden megváltozott. Miért? Bizonyára maga is észrevette, itt azt hiszik, ő az Isten. És ettől megváltozott. Nagyon nehéz vele. És akkor még ott vannak a nők. Ahová csak megy. Azt hiszem, most is elvitt egyet magával Londonba. Kíséret gyanánt. De ne beszéljünk többet Samról. Úgyis mindig mindenki róla beszél. Beszéljünk inkább magáról. És rólam. Thank you.
Mit akarnak? Maga itt? Milyen jól vág az agya, Mr. Liffey. És milyen kedves öntől, hogy szórakoztatja a feleségemet a távollétemben. Nem szeretném, ha azt maga csak ne mondja meg, hogy mit gondoljak, Mr. Liffey. Talán ismerős önnek az a helyi kifejezés, hogy sok vahalla. Na, most ebben van maga. Magát ismerem. Maga Sonny? Maga... Igazad van, testvér. Én lennék Hazel bátyja. Nézzen le oda, Mr. Liffey. A Kinzsandzsai Egyetem? Úgy van. Szeretnénk kibővíteni egészen eddig. Egy új kollégiummal, konferenciatermekkel, uszodával. Remekül hangzik. Igen, de van egy kis probléma. A kormányzó testület egy tagja elhatározta, hogy megvétózza a javaslatot. Az ünneprontó. De hogy kerül ön a képbe? Történetesen a föld az enyém, és én vagyok az építővállalat főnöke. Tudta, hogy egykor ez az egész föld a családomé volt, majdnem egész Kinzsandzsa. Amíg maguk brittek, természetesen ide nem jöttek, és meg nem vették nagyapámtól, 100 fontért, azt hiszem. Ha jól tudom, az ilyent hívják kényszerüzletnek. És most mindent visszaszerez. Én már értem, ért, hogy kellemetlen az a vétó. Fölöttém. Valahogy rábírhatná ezt a szemét, hogy változtassa meg a véleményét. Én bírjam rá? Igen. Biztosíthatom, hogy borzalmas dolgok történhetnek önnel, ha nem vállalja. Megpróbálom. Bobbás, bölcs elhatározás. És most, hogy megkönnyítsem a dolgát, felajánlhat ennek az úrnak egy bizonyos összeget, ha óhajtja... Mondjuk 100 000 fontot, hogy segítse őt a döntésben. 100 lepedőt? Igen. És kit kell megvesztek? Bocsánat, meggyőznem. Az is lehet, hogy már barátok. A neve Dr. Murray. Dr. Alex Murray. Murray. Valahogy mindig mindenütt beleütközöm Murraybe. Ott van szegény ártatlanság. Könnyen segíthetett volna megoldani ezt a problémát. Csupán egy csillogó-villogó mentőautót kellett volna küldenie érte. Felháborító ötlet! Egyszerűen bérlázító! Tudja egyáltalán, hogy mit beszél, fiam? 20 000 Jean-Jean az mindössze 200 font az ég szerelmére. Maga teljesen megőrült. Ő felsége kormánya nem keveredhet bele a finanszírozásába, holmi mambo jumbo juju ceremóniának. Mit szólnának ehhez a külügyminisztériumban? Nézze, én csak meg akarom oldani ezt az átkozott problémát. Hát ilyen módon nem fogja, megértette? Csak azért, mert sikerült Adekunlik elküldeni a Londonban, nem ülhet nyugodtan a babérjain. Maga felelős ezért a hulla afférért, maga egyedül. És azonnal tüntess el? Igenis, értem. Ebben nem szívesen belemegyek, monsieur. Jamais. Jamais. Könyörgök, ne csinálja ezt. Mert jól megbosszantja Sangót, és nem fog békén meghal. Figyelj, te fogsz meghalni mindjárt, ha nem hagyod rögtön abba. Mouvez-vous. Vite. Oh, mon dieu. C'est pas vrai. No, no. Pofa be! Te fogod a lábát.
fogd már meg! Vigyázz! Mamon! Mamon! Azt hiszem, most minden vége, monsieur. Azt hiszem, most meghalok. Fogd már be, ne légy ilyen nyámnyila. Ja, most jut eszembe. Boldog karácsonyt, péntek. Boldog, tetves karácsonyt mindkettőnknek. Arthur! Boldog karácsonyt! Jöjjön be, Liffy! Nem vett észre valami szokatlant, Liffy? Szokatlant? Nem. De talán, hogy nincs annyira meleg, mint szokott. A személyzet, fiam, a személyzet! Egyetlen egy sem vette föl ma a munkát, mindnyájan sztrájkolnak! Miért? A hullam jött! Igen, eltűnt az éjjel! Mélységesen csalódtam magában, Liffy. Roppant kellemetlen helyzetbe hozott. Mód felett. Maga mondta, hogy szabaduljunk meg a testtől, Arthur, minden áron. Arra kértem, hogy oldja meg a helyzetet az afrikai protokoll előírásainak megfelelően, a felébe is. Maga itt első titkárként dolgozik, nem mint a rezidencia hullarablója. Katasztrófa. Teljes, tökéletes katasztrófa. Legalább a hercegnőnek nem kell egy hullát bámulnia. Nem fogadhatom őt személyzet nélkül, maga szerencsétlen, jaj Istenem! Mit tett a holttesttel? Nos, betettem a mélyhűtőbe. Mi hátborzongató? A következő lépés, hogy fekete mágiával próbálkozik, és szegény cselédlány zombiként fog visszatérni. Nos, ez csak ideiglenes megoldásnak gondoltam. A mélyhűtőben? Nos, mert nem tudtam, mit kezdjek ezzel az átkozott dologgal! Abba hagyná végre ezt az állandó nosozást a mondatai elején. Már meglehetősen unalmas. Ha nem lesz, aki fölszolgálja ennek a vén sárkánynak a reggeliét, vagy nem lesz, aki kimossa a bugyogóját, annyi esélyem lesz a lovagi címre, mint az ira vezetőjének. Itt hagy, elrohadni ebben az istenverte országban. Jeanslopáló maláriás leszek. Chloé, elhagy. Itt fogok élni valami. Buja négyed lánnyal, egy afrikai kis faluban. Az Isten szerelmére szedje össze magát, Arthur! Nézze, mikor érkezik pontosan a hercegnő? Pár órán belül vége, mindennek vége. De nem egyenesen ide jön, igaz? Gondolom először a klubba megy. Igen, és lesz egy vacsora azzal az átkozott Adekunléval. Meg a jenkikkel, meg a csigazabálókkal és a sörvedelőkkel. Mit szeretnél karácsonyra? Ajándékot? Igen. Na jó. Akkor itt van, tessék. Fogja, szaladj! Menj csak! Hogy ne lettem volna itt 38-ban? Persze, akkor még más világ volt errefelé. Mi kormányoztunk itt. Minden tökéletesen működött. Azt hiszem, túl korán kapták meg a fiúkat. Ó, édes kicsikém, mi a baj? Eltörött a mécses. Nézd, itt van egy szép ajándék. Kaphatnék még egy gin tonikot? Hogyne? Jég nélkül. Sherry Wuss, és téged hogy hívnak?
Barbie-nak. Barbie, milyen gyönyörű név. És sok karácsonyod volt már? Igen. Ó, nagyszerű. A holttest? Ó, bassza, akarom mondani, zsíp, zsúp, kender, zsúp, ha megázik, kidobjuk. Na, szóval én a szem Adekunle. Adekunle. A legelőkelőbb kincsáncsai, az elnöki poszt várományosa, és felesége Szília. Üdvözlöm. Érezzék nagyon jól magukat. Gyere! Gyertek, gyertek, gyerekek, mindenkinek jut. Dr. Murray! Elnézést, Dr. Murray! Biztos hülyé hangzik, hogy ki maga. Mi? De ki maga? Ó, Liffy, milyen ünnepi öltözet. Kormány megbizatás? Ez itt a fiam, Will. Örvendek. Nem csak a gyerekeknek osztogatom az ajándékot. Én vagyok a télapó, kisegen csúszik, hó-hó. Boldog karácsony, meg ilyesmi. Nem is tudtam, hogy golfozik, doktor. Arra gondoltam, ha nincs más dolga, játszhatnánk egyet holnap, mondjuk. Magával? Igen, velem. Eláshatnánk a csatabárdot. Még sohasem láttam a golfpályán. Furcsa időpontokban játszom. Igen, a munka miatt. Néha például pirkadatkor. Szóval, mit szól hozzá? Rendben. Holnap, 4 délután. Óriási. Találkozunk az első luknál. Ütésnél. Mi? Sakkozni fogunk? Az első ütésnél. A luk az, amibe célozni fogunk. Ó, persze. Miket is beszélek. Úgy látszik, ez a karácsony elvette az eszemet. Akkor találkozunk holnap. Ne késsen el. Mi a véleményed az Ékiel? Mi a véleményed erről a karácsonyról? Te szereted? Nekem tetszik, uram. Apám nem szerette. Mindig elvitte a keresetét. Ő is pincér volt. A Heathrow reptéren. Nagyon jó munka, uram. Karácsonykor halt meg. Szívinfarktus. Ha belegondolok, hogy 3 jártam arra a rohadt egyetemre, ahol a belemet is kihajtottam. Aztán még további 3 nézhettem a faszfejek pofáját a külügyi előkészítő intézetben, hogy végül itt kössek ki, ahol módonban áll télapót játszani, valamint épi apacsozni egy halottal. Jó éjszakát, és boldog tetves karácsonyi ünnepeket mindenkinek! Oh,
Elaludt már a tűz? Úgy látom. Nem tudom, mi történhetett. Bunkó benszülöttek. Biztos valamelyik barom volt. Nem is értem, mit keresünk ebben a koszfészekben. Láttam, hogy van egy kis baruhely a vendégeknek a keleti szárnyon. De Mr. Fenshaw szerint úgy látszik, nem vagyunk rá méltók. Rettenetes egy alak. Tisztára közönséges. Én ugyan nem dőlök be az akcentusának. És a feleség, ha! Lepényképű satrafa. A lányuk azért aranyos. Ő sem különb a Deák Nivásznánál, azt mondhatom. Gyorsan lezuhanyozom még, addig keverj egy gin tonikot. Jó estét, hercegnő. Megígérem, hogy egy szót sem szólok senkinek, ha maga sem. Monsieur Liffy! Monsieur! Kösz. Na, péntek, te aztán nagy segítség voltál nekem. Jaj, uram, én nem szeret azt a sangot, rendben, monsieur. Rendben, elég már! Hogy került ide ez a sok szar? Karácsonyi ajándék, monsieur. Ha? Adekunli professzortól. Nem. Jó napot, Liffy. Ki győzött? Ja, egy kis baleset a teafőzővel. A gőz lelőtte a tetejét. Biztos, hogy tud játszani? Ó, igen, hát persze. Ha gondolja, melegíthet egy kicsit. Ne, csak ismerkedtem a karácsonyi ajándékommal. Bajban leszek, ha olyan jól is játszik, mint amilyen a felszerelése. Találat!
Csodálatos játék ez a golf. Valóban. Egyszer ki kéne próbálnia. Remélem, nem sértődik meg Alex, de jól érzi magát itt? Mármint Afrikában. Ó, elég jól. Mindenben van valami jó. Ezek szerint teljesen elégedett? Mutasson egy teljesen elégedett embert, azonnal beutalom, ahová való. Ja, igen, tudom, hogy van ez. De nem itt akar megöregedni, igaz? Nem. Visszamegy Skóciába? Nem. Tulajdonképpen Portugáliára gondoltam. A házak szerintem nem túl olcsóak arrafelé. Nem. Fogadok, jól jönne úgy 100 000 font. 100 000 font? Igen. Elő a farmával, Leafy. Adok magának 100 000 fontot, ha megtesz valamit. És mit kéne tennem? Pozitívan kellene hozzáállni az egyetem terjeszkedéséhez. Na, látom. A Dekunli talált magának egy angolt a piszkos ügyleteihez. Mivel fogta meg magát? Semmivel. Különben sem ő az illető. Ugyan. Nézd, nem igaz, hogy nem tudná becsukni a szemét. Ha ez nem jön össze, akkor... Ne vegyen részt ebben. Miért nem utazik szépen el innen? És mi lesz a karrieremmel? A karrierjével? Egy utazási irodánál több esélye lenne. Nézd, tudom, hogy marha voltam. Na, legalább valamiben egyetértünk. Tulajdonképpen miért ellenzi a terveit? Mi a baj a egyetem bővítésével? Adekunli milliókat nyer az üzleten. Persze semmi ahhoz képest, amennyit majd elnökként fog lopni. És én nem fogok korrupt politikusoknak asszisztálni sem Afrikában, sem máshol. Nem kell asszisztálnia, de ne is tartson be neki. Előbb-utóbb úgy is megszerzi azt, amit akar, akkor meg miért nem veszi el legalább? A felébe is éveken keresztül dolgozott itt holmi alamisnáért. Sajnálom, hogy nem érti meg. Élni fogok a vétójogommal. Durva voltam, goromba, hetvenkedő, önző, kellemetlenkedő, hipokrita, gyáva és öntelt, mint az összes többi héten. Igen. De vajon különbözöm-e én bárki mástól ebben az országban? Vagy ebben az egész zavaros világban? Hová mész, Hazel? Megyek szavazni. Jaj, Jézusom, a választás. Mióta vagyok itt? Tegnap jöttél. Be voltál rúgva. És kire fogsz szavazni? Mintha nem tudnám. Szavazz a KMP-re, az Egyesült Kincsadzsára. Igen, tudom, tudom. Egész Nicholsonbában a Sam Adekunli professzor által vezetett KNP győzelmét ünnepelték a tömegek,
mivel elsöprő győzelmet arattak az eddig kormányzó párt fölött. Itt látható Adekunle professzor, amint megérkezik a belvárosi Hilton szállóba, aki kampánya során kijelentette, hogy felszámolja a korrupciót Nikosambában. Ígéretet tett, hogy az ország gazdasága soha nem látott fejlődésre indult. Reméljük, hamarosan láthatjuk programunkban a vele készített interjút. Mihez is kezdenék nélküled péntek? Nem tudom, monsieur. Maga très elegant, très chic. Köszönöm, péntek. Örülök, hogy így látod. De az arca, monsieur. Köszönöm, péntek. De pillanatnyilag nem tudok mit kezdeni vele. Adekunle-nak sikerült megszerezni az olajkoncesziót. Aláírták. Hogy hangzik majd? Sir Arthur Fenshaw. Alaposan rászolgált, szőr. Köszönöm, Morgan. Megjöttek. Bemutatom hercegnő csapatom egyetlen tagját, akivel még nem találkozott. Morgan Leafy, első titkár, nagyon jó ember. Üdvözlöm, asszonyom. Örvendek, Mr. Leafy. Tudja, roppant ismerősnek tetszik nekem. Találkoztunk már valahol? Nem hinném, asszonyom. Lehet, hogy akkor szakált viselt. Az arcszőrzet sokat változtat a megjelenésen. Még egy gin tonicot kérek, Arthur. Jég nélkül. Jég nélkül. Marian, mi történt az arcával? Egy öngyújtó. Elcsavartam azt a kis pöcsköt, és bum! Szegénykém, szerettem volna elmondani, mekkora sikere volt a múltkor, mint télapónak. Igen. Köszönöm szépen, igen. Olyan szívesen csináltam. Igen, nekem különösen tetszett. Elnök úr, hadd gratuláljak a győzelméhez. Köszönöm, Mrs. Fenshaw. Elrabolhatom az első titkár urat egy rövid csevegésre. Kérem. Feltételezem, hogy találkozása Dr. Murray-vel sikeres volt, igaz? Nem. Szóval nem, mert akadt egy kis probléma. Meg fogja vétózni a beruházást. Mi? Ide figyeljen, Mr. Leafy, emelje meg az összeget. Legyen 200 ezer font. Biztos nem használna. Tudja, ő nem olyan ember. Lehet, hogy a legeslegutolsó megvesztegethetetlen. Ebben az esetben, Mr. Leafy, ne fűzzön túlzott reményeket a szép nyugdíjához. Pályafutása igen hamar gyászos véget ér. Szabad! Szilvia! Hol voltál? Szilvia, napokon keresztül kerestelek. Mi történt az arcoddal? Hát, ott volt az a gyermek abban az égőházban, és egy kis baleset. Elhagyom őt, Morgan. Kit? Természetesen szemet. Segítened kell. Segíteni? Miben? Kell szereznem egy brit útlevelet. Miket hordasz itt össze? Ismered a helyzetet. Mikor hozzámentem Samhez, megszűnt a brit állampolgárságom, és hogy brit útlevelet kapjak, az ő engedélye kell írásban. De úgysem adja meg. De te szerezhetnél nekem egyet, Morgan. Neked ez nem gond. Értem. Azt hiszem, sok mindent értek. Nézzük csak. Ha bemennék a hivatalba és kérvényezném, azt mondanád, mellékeljem szembe leegyezését. Hát nem sokkal izgalmasabb ez a módszer. De... Azonban... Egy icipicit nehéz lesz, mert elutazom, lemondok. Lemondasz? Ó, Morgan. Ne aggódj, Szília. Meg lesz az útleveled.
Már Liffy, azt hiszem ennek maga az oka. Én vagyok az oka? Már hogy lehetik én az oka? Nekem úgy tűnik, mintha Mr. Fenshaw lenne a tömegharag célpontja. Ha kimegy, talán békén hagynak bennünket. Szerintesen, ha kimegyek, meglincselnek. Szerintem mégis ez lenne az egyetlen esélyük. Különben betörik az ajtót. Menjen ki! Hogy képzelik? Mit merészelnek? Értesíteni fogom az ENSZ-et! A kormányom cirkálókat fog küldeni! Leszámolunk az operett kormányával! Adekunli! Álljanak meg! Álljanak meg! Mindenki megállni! Van egy ötletem! Még éppen időben, Leafy! Arthurt akarják, igaz? Tehát megkapják Arthurt! Morgan! Leafy, teljesen elment az esze? De nem magát, Arthur, engem! Én megyek maga helyett! Hogy? Nem! De, Arthur! Maga túl fontos személyiség ahhoz, hogy a testület elveszítse önt! Ez így igaz! Gyerünk, cseréljünk ruhát! Jöjjön! A sötétben nem jönnek rá! Ezeknek mi úgyis teljesen egyformák vagyunk! Hülyeség, inkább... Mr. Delmeyer menjen! Én? Ő sokkal inkább hasonlít Mr. Fenshawra. Hiányzik a bajusz. Az én drága, lovagias, Morgan. Rész. Még találkozunk, ha csak nem tépnek darabokra. Várjon! Én is magával megyek. Én megtiltom. Chloe, én komolyan mondom. Fogd már be, Arthur! Sokkal meggyőzőbb, ha ketten megyünk. Arthur úgysem tesz egy lépés sem nélkülem. Morgan! Ezt soha nem fogom elfelejteni. De én sem. Nyomás! Ki kell cserélni? Majd én segítek. Te szent Isten! Jöjjön, Chloe!
Ide! Erre! Elnézést, szeretnék a segítségüket kérni. Nem tudom. C'est Monsieur Leafy. Péntek, hát te mit keresel itt? Ma szabad napom van. Ez itt a barátom bárja. Ez itt péntek, a szakácsom. Péntek, valahogy be kell jutnunk a városba. Margi, emlékszel arra a napra? Melyik napra? Amikor átjöttél fölpróbálni a télapó ruhát. Miért? Mi van vele? Azóta igen gyakran jár a fejemben. Maga. Valóban, Chloe? Te. Csődör. Chloe, az ég szerelmére. Nem engedlek el egészen addig. Amíg össze nem dörgöljük az ágyékunkat. Mondj! Kik maguk? Mit keresnek itt? Brit külképviselet. Az elnökök győzelmét ünnepeltük egy fogadáson. Elnézést, de zendülések voltak erre. Óvatosnak kell lenniük. Természetesen, tiszt úr. És itt mi történt? Összeütköztünk azzal a mentővel. Sérülés volt? Igen, uram. A sofőr meghalt, egy ember megsérült. Igen, súlyos. Fehér ember. Murray! Ez nem lehet igaz. Mindig akkor történik, amikor nem várod. Ostoba kis baleset. El kell, hogy vigyük. Beszállítjuk nem, magát. Nem. Nem mozdulhatok. Maga meg hogy néz ki? Ott voltam Adekunlinál, és minden olyan bonyolult. De figyeljen, megfogadom a tanácsát. Tényleg? Igen. És nagyon sajnálom, amiket mondtam, és amiket tettem. Igaza volt. Alex, ez olyan rohadtul nem fair. Ja, most igaza van. Látja már. Kösz, hogy itt van Morgan. Igazán szép magától. Be fogok fűteni Adekullinak. Mindenki tudni fog az ön vétójáról. Elkapjuk. Véget vetünk politikai karrierjének. Ne aggódjon. Egyszer, majd máskor. Most nem nagyon érek le.
Meg kell mondanom. Mit? Szörnyen komikusan fest ebben a szerelésben. Miért Murray? Miért pont Murray? Egy ilyen jó ember. Nagyon kevés hasonló maradt. Kodzsó, Ézsiás, Péntek, Murray. Szegény Murray. Ártatlanságunk is oda veszett. Rohadt Sangó. Szemét. Morgi! Chloe, felejtsük. Morgi! Tulajdonképpen nem érdekel. Murray azt mondta, hogy a rossz oldalon állok. Meg kell találnom a jó oldalt. Nos, Kodzsó, készen áll minden? 3 napja valaki elvitte a testet, uram. Igen, Mr. Fenshaw említette. Szomorú ügy. Megbocsáthatatlan dolog. Bizony, uram. Tudom, tudom. Ezért döntöttem úgy, hogy tenni kell valamit. Mondd meg Jeomának, ez ajándék. Köszönjük, uram. Ön igazán jó ember, Mr. Liffy. Úgy véled? Nos, jobb későn, mint soha. Magyar szöveg Cser László. Hangmérnök Heisler László. Gyártásvezető Lajtai Erzsébet. Szinkronrendező Mihály Falvi Mihály. A szinkront a Flamex megbízásából a Digitál Szinkron BT készítette. Produkciós vezető Rozgonyi Gábor. Piano da chimeia. Eu fiz a minha piano da sua união.
baby, and you dance with me. All them work for it. It's so soon, brother. Soon, brother. I have some fun to have.